Szinte tejköd lepte el Szekszárdot és környékét szerda reggel. A hatos úton készült felvételeken jól látszik, milyen rosszak a látási viszonyok. A reggel történt balesetek számából kiindulva sokan nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekednek, mondja Komlósiné Kis Anett rendőrségi szóvívő. A mai napon ez idáig már 7 közlekedési baleset történt Tolna megye útjain, amelyek közül az egyik legérdekesebb és talán látványra is az egyik legrosszabb volt, az a 61-es számú főúton történt Dombóvár térségében a reggeli órákban. Ebben a balesetben összesen 8 személygépjármű, illetve tehergépkocsi szenvedett valamilyen balesetet. 2 jármű ütközött össze első alkalommal, majd ennek következtében, hogy a többi autó a balesetet elkerülje, belecsúszott az árokba, illetve jött egy másik tehergépkocsi, aki közlekedett szabályosan az úton, viszont a mögötte lévő személyautó már nem tudott megállni, és ugyanazon az útszakaszon beleütközött a járműbe. Kurd és Csibrák között is történt baleset, ott egy autós valószínűleg túl gyorsan hajtott és felborult. Az autóban utazó nő súlyos bordatöréseket szenvedett. A rendőrség szóvivője azt mondja, ebben a ködös időben, vagy éppen havazáskor érdemes minél nagyobb követési távolságot tartani az előttünk haladótól, és lassabban hajtani. Akár lakott területen kívül is 50-60 km/h. Másik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy megfelelően felszerelt, téli időjárásnak megfelelően felszerelt gépkocsival közlekedjünk. Ez azt jelenti, hogy a gumiabroncsoknak a mélysége olyan legyen, amelyel biztonsággal meg tudunk állni. Csütörtökön folytatódik a borongos, hideg idő, a nap során ónos eső bármikor előfordulhat az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. Pénteken azonban enyhülés kezdődik.